sürgős, nagyon sürgős! Akkor menjen a WC-re! Ezek a gyerekek a legjobb úton vannak a legrosszabb felé. Melyikőtök hajlandó lemenni hozzájuk? Erre a küldetésre csak egy valaki alkalmas, a susu. Mi a csodát lehetne tenni? Pontosan erről van szó. Csodát! Nincsenek véletlenek. Sorsoljuk ki, hogy kinél legyen, jó? Jöttem én a semmiből, éltem én mindenkitől, nem tudtam, hogy mit lehet, azt hittem, hogy elveszem. Jöttem én a semmiből, hol a fény nem tündököl, jöttem én. Vagyok, most tudom, hogy miért vagyok. Jöttem én a semmiből, nem várt rám a kék öböl. Na, uraim, approximatíve hová ilyen sietve? Matek órára. Most de mindjárt kezdve Kristóf tanár úr órára. Én nem is értem, hogy mit szeretnek a Kristóf óráin. Én nem is értem. Teljesen egyetértek veled, Etelka. A Andrásnak lehetetlen alak. Hány éve is vagytok házasok, Krisztina kedves? 15 éve sírba visz az örökös vicceivel, meg a játékaival, a gyereket meg ellenem nevel. Jó reggel, gyerekek! Remélem ébren vagytok már. András, legalább az igazgató jelenlétében ne hülyéskedj, jó? Krisztinám, nem kell engem nevelni. Nagy fiú vagyok már, és egy kicsivel több természetesség. Ez az, 10 éve nem voltál ilyen természetes. Mint ezt a telefonszámlát, én mindig nem fizetted be, ugye? Ugyan telefonszámlát, gyönyörű az idő, süt a nap, csicseregnek a madarak, és különben is órán van. Nektek nincs? Krisztinám, fogadd őszinte részvét. Köszönöm. Mai fiatal. Igen, köszönöm. Nekem is gondolálnom kellene tanárnő kedves, legalábbis approximatíve. Csak úgy nem. Teljesen reménytelen a helyzetem. Ugye, te is úgy látod, Elemér? Nem úgy látom, tanárnő kedves, nem úgy látom, te jobbat érdemelsz. Ergo? Ergo a demoralizáció megszüntetése csak és kizárólag organizációs módon strukturalizálható potenciálisan. Jól mondom? Igen, bizonyára, Elemér kedves, approximatíve. Approximatíve? És ergo is, természetesen. Ergo? Azt nem hiszem. Nem. Csak approximatíve. Csak approximatíve. És x egyenlő 200. Hárommal. Jó. Kösz. Kösz szépen, Scooby. Tehát az egyik csapatban 203-an, a másikban pedig 29-en vannak. Oké? Okay? Osztály, vigyázz! Világért sem szeretném megzavarni a tanóra rendjét, üljenek le! De megkérdezném, hogy mi a nagy öröm oka, abóvó? Hát a győz a Schwarzenegger. No, ennek igazán örülök. De ha nem követek el nagy indiszkréciót, megkérdezném, hogy hol és mikor győznek a fent említett urak? A szöveges példában. Most oldottuk meg az egyenletet. Tanár úr, kérlek, javíts ki, ha tévedek, de úgy tudom, hogy ebben a tankönyvben nem szerepelnek valami amerikai akcióhősök, éppen az ifjúság moralitásának megóvása érdekében. Ergo, kérdem, mit oktatsz te nekik? Gondoltam, jobban élvezik a matematikát, hogyha nem ilyen tankönyvszavú példákkal magyarázom el az egyenleteket. Hát játszunk egy kis Schwarzeneggert, Stallonét. Így van, gyerekek? Ergo a tanár úr nem a tankönyvben előírtak szerint tanít.
Módosítom azt, ami elavult. Ergo a tanár úr felülbírálja a magasabb szervek által jóváhagyott tanmenetet. Nem. Csak gondoltam, egy kis játék, egy kis jópofaság az megengedhető. Nem engedhető meg. Tök jól tanít a tanár úr. A papát mindenki szereti. Igazán megható, amikor egy fiú megvédi az apját. Hölgyeim és uraim, holnap fizikából röbb dolgozatot fognak írni. Remélem azt is ilyen nagy lelkesedéssel fogják megoldani. Totálisan. Osztály mindjárt. Itt vagyok, Ellenér. Krisztina, bízzál bennem. Nagy empátiával készítem elő az asszimilálódásunkat. Az jó lesz, Ellenér kedves, az jó lesz. Tudod, oxigén kell neked, oxigén. Az oxidáció. De sajnos ez nem megy előzetes redukciónak. Nem, anélkül nem. Tehát de jure és de facto. Azt hiszem, elkerülendő az esetleges inszinuáció, marad az approximáció. Tök jó. Így nyugodtan folytatjuk a beszélgetést, tanár úr. Nyitva volt. Van kiállt. Nézd, mit műveltek a kedvenc köpenyemmel. A filctól nem is fog kijönni az anyagból. Na hát, egy P-vel és K-szel írni az approximatívét. Na, egy filctól. Ezt tőlem kapta a Peti. Corpus delicti. Szeretném tudni, hogy miért tették velem ezt az urak. Nos, néma gyereknek az anyja sem érti a szavát, vagy igen? Nem igazgató úr, én sem értem. A lépcsőfordulóban még Ellenér kedves volt. Suda, mi beszélsz? Mit beszél? Mit dadod itt össze-vissza? Én is láttam. Mit láttál? Két felnőtt tanár dialogizálását. Approximatíve. Igen, csak approximatíve. Úgy láttuk, azért is írtam oda. Kristóf, akkor most megkérem, hogy kérjem bocsánatot az igazgató úrtól. Na, tessék! Anyui! Kristóf, az iskolában nincs tegeződés, és tanárnő vagyok. Érthető voltam? Igen. Na. Igen, hát nehéz lehet. Valóban szigorúnak lenned a saját fiaddal. Elvégre eléggé antagonisztikusnak tűnnek az ellentétek az otthon és az iskola viszonylatában. Én mindent megpróbálok, igazgató, csak hát az apja. Az apját, azaz Kristóf tanár urat fel fogom kérni, hogy ezt a renitenciát penitenciával torolja meg. Osztályfőnöki hatalmánál fogva adjon intőt eme két Perna Hajder úrnak. És. Fiatal emberek, önökkel végeztem. Jó napot. Jó napot kívánok. Jó napot. Tanárnő kedves, jöjjön velem. Fel kell hívjuk a környezetvédő hatóságokat. Igen. Igen. Még egy szállítmány lesz dologra. Igen, kérem, szíveskedjenek sürgősen kijönni. Két gyerek véletlenül kidöntötte a festékes dobozokat. Igen, mondtam nekik, hogy mekkora hibát követtek el, hogy a kiömlő festék mortalizálja a növényzet. Igen, mortalizálja. Mérgezi. Igen, azt mondtam, mérgezi. Igen, köszönöm, köszönöm. Várjuk önöket.
András! Hazafelé menet a közélben, ezeket vegyétek meg. Add fel a telefonszámlát, és a gyereknek kell egy új farmer, mert a méreg kimarta ezt. Jó? Nem lehet, megígértem a srácoknak, hogy elmegyek elő délután fordulni. Nem fogsz. Neked mi dolgod van? Te mit csinálsz? Dolgom van, benti dolog. Ergo te vásárolsz. Ergo. Igenis, ergo. És úgy tetszik, approximatíve. Te meg ne piszkáld az orrot, hallod? Nem is piszkáltam. Mert rászóltam, de piszkálni akartad, igaz? Piszkálni akartad, nem? Nem akartam. Hát akkor miért emelted fel a kezed? A hajam belelógott a szemembe. A haját akarta piszkálni, nem mindegy? Nem akart piszkálni senki semmit, te akarsz piszkálni, folyton mindig mindenkit. Ez nem igaz. Ne, persze, amit én mondok, az nem igaz, az nem helyes, az nem jó. Na, persze, hallottam egyet s mást a tanítási módszereidről. Az ergótól. Na, vigyázz, mit mondasz az igazgatónkról. Azt sem tudja szegény, hogy asszimilálódjon, hogy minél kevésbé kelljen redukálni a tanári karból az embereket. A fizika szertárban, ugye? Eljárt a szád? Csaj! Na. Elég, ha üvöltesz vele, már attól is tart. Te beszélsz, aki eljátszod a konyhapénzt a játéktermekben? Gyere, fiam, hagyjuk itt anyádat approximatíven. Ugye? Én megmondtam. De tök jó. Mi van, nincs órátok? Kivel van órátok? Ja, fizika. Nyomás. Nyomás. Tekintettel az elenyésző létszámra a mai dolgozatírást elnapolom. Kérem, szíveskedjenek lemásolni a tábláról az egyenleteket a nyugvó folyadékokról. Uraim és hölgyeim, meg tudná valaki mondani, milyen elfogadható magyarázata van annak, hogy a mai órámon ennyien hiányoznak? Talán nyugtalankodnak bennünk a nyugvó folyadékok. A vasfogókban viszont ennek az ellenkezője, redukció zajlik le. A vasoxidból vas lesz. Miért eszik Richard? Nem eszem találni. A vas rozsdásodása lassan végbe menő oxidáció, amely, mint tudjuk, elektron átmenettel történik, amely ki dohányzott? Maga dohányzott, Kristóf? Nem, én voltam. Akkor miért a Kristófon érzem a bagószagot? Azért, mert velem volt a klotyóban. Nagyon vicces. Nagyon vicces. És ha nem bagózott a klotyóban, akkor miért ment oda? Mert volt ott egy kis dolgom. Maga szemtelenkedik velem, Kristóf? Ugye, mert mama, ne hülyeskedj! A szíba volt tanárnő. Hogy mi hiba és mi nem, az nem maga fogja megmondani nekem, Varga. De semmit nem csinált, miért üti a saját gyerekét? Azért! Éppen azért ütöm, mert a saját gyerekem. Tanulja meg mindenki, hogy én nem fogok kivételezni a saját gyerekemmel. Érthető voltam? Na hát! Redukció következik.
Na gyere, próbáld ki. Lőjjed, lőjjed. Tetszik? Tök jó. És mi hamar belejöttél? Ezt nem az Emma mondott, hogy... Ja, miért a mamát hülye volt veled? Ki emlékszik arra? Na, most eltaláltad, oké vagy? Ezzel nem lehet pénzt veszíteni. A papának is ilyennel kéne játszania. Hát hozd el a faterodat holnap. Jó. Az intőmet alá kell iratnom az egyik szülőmmel. Az aputól kaptam, az anyu miatt. Melyikőt írja alá? A gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokat anyád intézi. És ami az ilyen játékkal kapcsolatos, az az édesapád. Már megint kezded? Mit kezdek? Hát például viszonyt az Ergóval. Kérlek, ne vádoskodj a gyerek előtt, jó? De pont a gyerek előtt csináltad, kisanyám. Azt az út szép stílust kikérem magam. Kikéred magad, akkor menj az Ergóthoz. De előtte lesz még egy-két szavam hozzá. Neki is hozzád. Arra kér bennünket, hogy holnap mindhárman fáradjunk be hozzá az igazgatói irodába. Hallott, fiam? Kér. Nem utasít, nem parancsol. Kér. Igenis, kér. Mert neki van stílusa, ami neked sose volt. Nem veszek egyetek. Meg hallgass, te miatt adom az egész. Senki megcsapott meg pofon. És hol csattantál, és miért? Az órámon szemtelenkedek! Kölyök! A többi gyerek előtt pofon verted a gyereket? Hát szép kis pedagógus vagy. Te pedig amerikai akciófilmeket tanítasz a matematika órákon. Na, az csak jót akart. Megint az apád pártját fogod? Az apádét, aki az utolsó fillérüket is eljátszaná azokban a játéktermekben? Ide figyelj! A mai vacsora se lett volna, ha én nem vállalok túlórákat! Approximatíve. Vacsorázatok nélkülem, nagyon jó étvágyat kívánok nektek. Édesanyám, ne alszom. Találkozunk az igazgatói irodában. Ott leszünk. Ki az? Várj meg itt, két kis öreg. Akit vártál, igazgató úr. Kezit csókolom, tanárnő. Na, azért ez már stílus, nem? Kultúráltad, András, kultúráltad. És ezt pont te mondod nekem. Pont én. Próbáljuk meg diplomatikusan, operatív módszerekkel megoldani a problémákat. Az neked baromira vegy, különben nem maradhattál volna igazgató minden rendszerben. Te kérlek, sértegetsz engem, abóvó? Ne sértegesd őt, abávó. Ab óvó a tojástól, Horácius. Ne sértegesd Horáciuszt a tojástól. Te jól aludtál édesanyádnál? Fájdalmas bár, de verbálisan konfirmálták mindazokat a rémhíreket, amelyek annó métejezni próbálták alma máterünk ideálisan megorganizált kollektíváját. Így hát realizálnunk kell néhány procedúrát. Ezek szerint ki vagyok rúgva? Te ki fogsz találni valamit, és valahol máshol játszod el a játékodat. És mi lesz az osztályommal? Hát a feleséged majd tovább viszi őket. Családban marad, és ne aggódj, rábíztam a matematika oktatást is. Rá? Pont ő rá? Aki az egész osztály előtt pofozta meg a gyerekünket? András. Ő hát talán ezért lenne jó, ha nem járna ide. Szóval ő is ki van rúgva. Nem, hát ezt nem mondtam. Mikor mondtál valami olyasmit, amit aztán vállaltál? Mi az, amit egyszer el tudtál vállalni, amit aztán nem kellett? Mi azt mondd meg, hogy mi? András, kérlek, approximatíve mérsékeld magad. Kérlek szépen, drága Krisztám, approximatíve menj a fel. Kérlek, 4 hónapig kapod a teljes fizetésedet. Tedd a hajadra, abóvó. András! Mi történt, papa? Ki vagyunk rúgva mind a ketten, kis öreg. Csak azt tudnám, hol találok most egy iskolát neked. Akkor most marad a játék?
kisereg marad a játék. Tök jó játszik a tanár úr. Igen, jók ezek a játékok, csak egy kicsit egység volt. Valami olyasmi kéne, aminél az ember érzi, hogy valami nagy tettet visz véghez. Mint a Schwarzenegger? Há, nagyobbat. Mint a Stallone? Ne, sokkal nagyobbat. Például visszaforgatná a történelem kerekét. Mégis miért? Hát például meg tudná akadályozni a Titanic elsüllyedését. Oh. 2200 ember életét megmenteni. Tök jó. És ezt meg tudná csinálni a tanár úr? Ha a szoftvert meg tudom csinálni a játékhoz. Meg tudod csinálni a apu. Na jó, késő van, kisöreg. Gyere, menjünk haza. Csinálja meg apu a komputerjátékot. Ez a mi játékunk. Tanárnő, kérem. Jó reggelt, papa. Kérsz reggelit, kisöreg? Nem kérek reggelit, inkább játszunk. Hogy mondtad? Játszunk. Kisöreg, te... Igen? És mit játszunk, kisöreg? Találjunk ki valamit. Mondjuk egy komputerjátékot. Legyen az a címe, hogy Titanic 2200.